Azért az baj. Egyre magasabban van az igénye a rendszernek, áramilag. Pedig olyan kis fejlesztéseket csinálok. Quick delivereljük be ezeket az építkezéseket itt. Azt nem tudjuk, mert nincs építőanyag hozzá. Azt tudsz vinni, ja nem építőanyagot, persze csak cementet tudsz venni, vagy betont, ja. Nem, a lila Direkt. építőanyagot ezek állítanák elő. Tehát, hogy ez a lila építőanyag kell ahhoz, hogy lila építőanyagot gyártsak gyorsabban. Meg áram kéne hozzá, de most ez csak az esőn múlik. Ha nem esik eleget az eső, akkor szopunk. Mókás, nem? Az. Itt is növelem minden erőműnél, növelem a bemenő vizet, amennyire lehet. És ennek ellenére csak az egyiknél van elég. Annál meg valamiért mindig sok van. Mondjad? Milyen dolog ez? Hát. Mi az? Semmi. De mitől lesz nagyobb hát... az igénye energetikailag most a rendszernek, mint az előző mentés? Nem értem. Nem mondta, hogy most megint nincsen szén. Basszus, mindig elfogy valami. De nem, mert van szén. Van szén, tehát, hogy... És azért a gumi is kell stabilizálni, áram nincsen elég. De az áramra ugye a napelemeket kezdtük el lerakni. Ugye? Igen, de csak egy, annak is kellett hozzá, jól tudom. Nyomtatott áramkör. Igen, meg nem is tudom, mennyi kellett, hogy lerakjál egy egységet, valami de az 80 már darab, vagy 90, hogy... de van 380 a raktárban. Ja. Nézem, hogy így gyártunk napelemet, és az fúra van nyomva. Igen, a szilikon tette, és azért nem kezdtünk el építkezni vele. Így van, de hogy már... felteljen a szallag is, meg minden. Mert az áramot most már ilyen napelemmel lenne érdemes pótolgatni. Igen, csak néztük, egy napelem olyan minimális áramot termel, egy ilyen négyes tömb. Hát 38 kW-ot, tehát három darab termel nappal, 100 nappal. kW-ot. Igen, de éjjel meg csak a felét termeli, tudod. Nem éjjel, csak esőbe. Vagy esőbe, jaj. Jó, de hát tehát igen, azt számoltuk, hogy nem olcsó. Cserébe viszont non-stop működik. De nem megérős. Tehát, hogy a hosszú távon napelemre ráállni, az bátor. Az biztos. Hát az nagyon sokat le kéne rakni, hogy a mostani termelés biztosítsa a napelem, nem? Igen. Na jó, de ez a valóságban is így van egyébként, hogy egy így gyártelepnyi van. Cuccot kell a napelemhez. Kb. Lerakni. Nem baj, egy pár napelemet azért most leraktunk, ne unatkozzon. Amitől persze nyilvánvalóan még több áramot fog fogyasztani a rendszer. De az egyetlen baja már csak a talajvíz.
Semmi más baja nincsen, mint az, hogy fogy a talajvíz, meg nem bírja learatni az összes cuccot belőle. Nem baj. Az kifejezetten jó. Na, hogy állunk az építőanyag projekttel? Ezek gyártják, ezek. Mit nem kapnak? Nyomtatott áramkört. Miért nem kapnak? Mert hiányzik nekik a... műanyag. Na, mi történt a műanyaggal? Elgyártjuk a... Elfogyott. Elgyártjuk az etanolt, és nem készül el a műanyag? Igen. Minden fogy. Nem, elgyártjuk az etanolt gumira. Anya picsa, ó! Oh. Nem ide. Nem ide! Jó, itt hallod, én, Bala, én már egy, majdnem egy hete nem ittam energiaitart, hallod? Nem tudom, mi van velem. Nálam sincs most itthon. Na, akkor leszokunk róla. Na. Mondjuk más, sokszor azt vettem észre magamon, hogy csak az íze miatt iszom. Én üdítőnek. Aztán... Ja, te üdítőnek? Hát, hát... nem tudod, hogy a szívnek jót tesz, szerinted? Alacsony vérnyomásra vagyok. Ja, alacsony, akkor neked jó. De legalábbis nagyon nem hal, nem osz, nem szoroz. Nekem a tesómnak mondták, hogy ha nem hagyja abba, akkor pálya fog nagyon szarul járni. A mája? Uh-huh. Jó, hát ez nem tudom, hogy a májának mi köze van az energiaitalhoz? Hát, mert arra van a legrosszabb hatása. A májra. Arra van a legrosszabb. Igen. Én nem tudom, én mindig úgy voltam vele, hogy szerintem a vesékre, meg ezekre van nagyobb terheléssel, mert olyan, mint a kávé, így hagyja a vizeletet állandóan. Mint a sör is például, nem? Nem a sör, a sörben az alkohol hagyja a vizeletet. Uh-huh. A sör inkább annyi, hogy mivel alkohol van benne, ami hajtja a vizeletet, és rengeteg folyadék, ami meg termeli a vizeletet, ezért azért tudsz vele többet. Tehát próbáld meg, hogy nem mindegy, hogy fél liter sört iszol meg, vagy fél liter vodkát. Meg az sem mindegy, hogyha megiszol két doboz sört, vagy két üveg sört, nem szabad rögtön a érzed elmenni WC-re, hanem várni kell vele az utolsó pillanatig, mert utána biztos, hogy 10 percenként fogsz járogatni. Igen. Uh-huh. De az se jól visszatartott sokáig. De mert akkor olyan, mint amikor a tűzoltó kérdezte a slajgot, tudod? Csak úgy ömlik. Az biztos. Na, jelszótok, kérdeztem valamit még később, előbb. Hát látom, eltűnt. Beleléptem a lelki világába, lehet. Aztán mit főzöl ma, Kriszti? Hátat biztos főz. Lesz. Mit? Hátat főz. Paprikás. Paprikás krupi Bodnár Attilával, az nagyon finom. Teenager lemon. Az. És mit raksz bele, kolbászt vagy virslit, mert már a magyar rak bele mindent a paprikás krupiba. Parizet is bele lehet kockázni végül is. Hm? Jó sok tojás van, lehet, hogy ezt. Tojás. Paprikás krumpliba tojást. Aki válogat, az nem éhes, tudod?
Ja. Jó. Mindig új dolgot tud meg az ember, vagy tanul. Ezen azért megdöbbente te is, én is úgy hallom. Aha. Erre azért segre ültünk. Akkor inkább csak egy paprikás kubit mellé, meg egy 8 tojás borrántottát, nem? A desszertnek, tudod? Már úgy még meg is értem a dolgot. Nem, sima paprikás krumpli lesz, meg van még kolbász, úgyhogy bele lesz vágva. De száraz kolbász, lecsó kolbász, krinolin, vagy melyik, mert azért nagyon sokat hívnak kolbásznak. Füstölt kolbász. Én mondjuk szoktam rakni bele egy kis füstölt szalonnát is, mert jobb az íze. Hát az most nincs. Hát el kell kapni valami szomszédot, az belekömeténi. Lenne ötletem. Ja, az jó. Ki is kéne állapos. Micsoda? Nálunk nincs délbe ebéd, úgyhogy neki is kéne állnokas. Azt szokták mondani. Jó, a legjobb az estebéd, nem? Akkor jó ebéd, de nem, akkor éhes vagy. Ennyi. Egyébként igen. Imádtam a tipikus ilyen exeknél, nagymamánál, hogy pontosan délbe kell lenni mindig. Mondom, és ha még nem vagyok éhes, nem számít. Most eszel. Ja, jó. Meg igen, a nagymamák, amikor elmész hozzá, azt, amikor mennél el, mondja, hogy várj egy kicsit, pakolok oda, és akkor kerülnek elő jégkrémes dobozokba a kaják, meg ilyenek. Az én nagymamám nem nagyon tudott főzni, úgyhogy ezzel nem volt gond. Ja. Tényleg? Tényleg. De most két nő főz rád, miről beszélsz? Hát, lustulnak kell mind a ketten mostanában. Egészen szét kéne csapni itt középen. Megmondod anyunak, holnap pacal legyen, meg az Évinek meg, hogy szerdán. Ennyi. Egy dekával nem nőtt a rakéta állásunkban az építőanyagos balhé. Az nem. Az már a múltkori részben se nagyon nőtt benne. Na jó, de elvileg azt kéne, annak kéne mennie, érted? Na végre hoztál műanyagot, tehát ilyet. Itt a műanyagiparnál van baj, hogy az etanol elfogy. Nem a műanyag gyártása lassú, hanem ha nagyon gyorsan elfogy az etanol, az nem jó. Hát igen, és nagyon gyorsan elfogy. Nem egyszerű a dolgozók élete, én tudom. Jó, hát én most itt növeltem az etanol gyártást, hogy daráljon több kukoricát. Van egy érzésem, hogy most a kukorica fog elfogyni. Én meg azt hiszem, eszek közben egy kis vacsorát. Most vacsorának hívod? Hát annak hívom, mert tegnap nem ettem, úgy kimaradt. Azt nem is voltam nagyon éhes sem, mondjuk az is igaz. Aztán most megvacsorázok. Egy kis rántott húst eszek, tudod, rizssel meg, savanyúsággal. Én nem vagyok nagyon oda a rizsér. Hát megeszem néha én is, nem azt mondom, hogy mindig. De inkább húst edék hússal. Én hús növénnyel. Aha. Én a hús növény, de kihagynám a köret részét, ez a rizs, krumpli és egyebek. Néha Választanatok kéne, akkor inkább a köretnek mit szeretitek jobb? Melyiket szeretitek jobban, a krumpli, vagy annak bármilyen formája, vagy a rizs? Egyik se. Én a szottyos hamburgert szeretem nagyon, amiben jó sok anyag van. Na? De én megmondom őszintén, hogy ezért. Én nem tudom, a rizs, töltött káposztába a rizs esetleg,
De nem sok. Meg a töltött paprikába. A, meg, a, meg a hurka kolbászba, nem? Na jó, még a hurka kolbászba, egy a fenyő. Na. De igazából, igazából a kolbászban már nincsen paprika, paprika, ezért rizs. Jó, de a májasvérs hurkában meg annál több, nem? Hát elvileg akkor jó a hurka, hogyha nem rizses, hanem zsemlés. Ja. Így van. Én szeretem a rizsest is. Nem, nincs bajom veled, tehát hogy igazából az akkor a... Már nem kell, akkor már nem kell köretet enni egyáltalán. Ennyi. De hogy nem, a mustárt. Ja. Mustárt és esetleg valami savanyúságot. Ó, de szeretem a véres hurkát. Igen, igen, én is a véres hurkára ér vagyok jobban oda egyébként. Nem, nem. Én meg mindenért, ami négy lábú vagy két lábú. Ennyi. Én csak a négy lábúak a favoritom. Múltkor néztünk valami filmet. Nyitó kép, izé, tájkép, szarvasok, itt felüvöltök. Usi! Ennyi. Különben ezen a hétvégén nekem jó dolgom volt, mert anyumat meggyőztem arról, hogy csülökpörköt. Egészségedre. Ha egészen gyorsan futok. Ha gyorsan futok ma, akkor még lehet, hogy a maradékot megehetem. Hát figyelj, jó ám a körömpörkölt csülökhússal is ám. Jó, persze, jó, csak... Az ez a fajta, amikor tudod, amikor a szalvétában próbálod megtörődni a kezedet, meg az arcodat, és rajta ragad mindenhol a szalvéta. Annyira ragacsos. Hát én meghagyom ezeket meg. Én úgy is tudom, mi a kedvenced, Kriszti. A sajtos tejfölös tészta. Hát mindenféle tészta, igen. Aha. Lehet, hogy olasz voltam előző életemben. Ja, vagy tészta. Tészta. Nem lehet, az hogy darált hús voltál előző életedben? Lehet, lehet. Nézem, hogy mivel lehetne itt meglökni a rendszer, de nem műanyaggyártás egyértelműen most. Én megkérdeztem utkor a Lidl-ben, hogy van ez a lazanya, tudod, ez zalutálcás. A kilós, mondtam, ez nincs 5 kilós kiszerelésben, hogy mindig a 2-3-at kell egyszer emelegítenem? Én nekem mondjuk azért nagyjából az van, hogy a kilós lazanya az úgy azért másfél két kajálásra elég. Nekem meg elég a 2 kiló egyre. Jó étvágyat. Köszönöm. Én mondtam, hogy 6 percek, csak ropog a répa. A savanyúságos répa. Adjon akkor tüvekbe zöld paradicsomot, paprikát, répát, mi az, gyöngyhagymát, azt hoztam. Egészséges? Nekem kilószámra anyu téglát szokott elrakni. Nagyon szeretem. Magába is szeretem. Én nem, tudom, én még jó házi céklát nem ettem. Ám de a bót itt két pofára. Amikor izé hétvégén van valami pörkölt, tényleg rizses hús. A hétvégén van valami maradék pörkölt, és akkor az így konvertálódik rizses hússá. Na, izé befőttes üveg cékla magam elé, egy étkezés fél üveg befőtt, tehát ugye fél üveget meg tudok enni ilyen céklából. Na. Szerintem több céklát tudok megenni egy ilyen rizses húsnál, mint rizst. Régebben a nők használták a céklalevet szájpirosításra, vagy színesítésre. Van. Mert azt elkezdett kézzel pucolni, mielőtt elkezd belőle valamit csinálni, azt gumikesztyűbe kell csinálni. Ugyanúgy megfogja, mint amikor a diót törött például.
Hát ebben egy hibádzik. Amikor a diót töröm. Ja, na hát a kurva sok diófa van az utcában, nem? Hát egyébként Fater kertjében van egy geci nagy diófa, de még nem próbáltak ki azt az opciót, hogy gyere fiam, hát, gyere át diót törni. Uh-huh. Ha mi? Mert nem próbáltak ki ezt a... Ez valahogy nem jutott eszébe. Akkor mit csinál a dióval, ami a fán van? Ott hagyja rohadni? Nem, nem velem töreti. Ja. Rád nem számíthat ebbe gond. Apu még élt, addig azt csinálta, hogy szerzett sima törkölyi házi pálinkát, és amikor még zöld a dió, tudod, amikor még a rendes zöld golyó. Aha. Azt szokott belerakni a pálinkába így. És akkor az átvette, így megsötítette a pálinkát fekete színű lett szinte. És akkor azt ízesítette, tudom, egy jó kis dió pálinka lett belőle. Én ittam sok diópálinkát, mert sógornőméknél ravaszdon szót csináltak, de hú, az nagyon rendesen. Meg az eperpálinka milyen jó, mi a palába tudjuk. Hú, az nagyon finom. Azt hagyjuk, azt hagyjuk. Volt egy időszak, amikor mi nagyon olcsón szereztünk eperpálinkát. Tehát, hogy ilyen tényleg olcsón. És télen a piacon ittunk belőle geci sokat. Az eperpálinkával szívesen lesz az ember alkoholista. Az ítatja magát. Nem kellett nekünk szólnia, ittuk mi magunktól is. De szerettük, szerettük. Na aztán megittátok már a pisztáciás likört? Nem, még mindig ott van a fél üveg pisztáciás. Nem ittunk itthon. Uh-huh. Leventünk bulizni, én ittam pár vodkát, de nem sokat. Az Évi is. Amúgy eperlevet ittunk mellé, szóval ilyen visszafogott volt a hétvége ebből a szempontból. Semmi durvulás. Van egy ismerősöm, az állandóan ilyen tekilás söröket, meg ilyen hülyeségeket. Az nagyon finom egyébként, a Lidőbe kapható tekilás sör. Meg valamilyen japán sört iszik az ember. Igen? Aha. Vannak egyébként ilyen japán sörök, nekünk annak idején próbálták hirdetni. Azahi, az nagyon finom, meg a Desperados sör. A Desperadosnak a tekilás sörre finom. A japán sörből eddig valahányat elénk raktak, az nekem nem jött be. Nem az lett a favorit. Hm. Na most miért nem kaptok kukorica levet, gyerekek? Mert ezt én nem értem, hogy miért nem dolgozik az, amit lerakok. Jöttem csődbe, mert a SZESZ gyártás, az biztos. Ja, etanol hiány, oké. Okay. Vagy mi? Ez mi ez? Nem, oxigén. Jó, hát ezt meg megbusztolom, baszod. Én sem voltam sörös. Te ilyen napi ivó vagy, Kriszti, vagy csak alkalomivó, mert nem mindegy. Amikor megkívánom. Ja. Akkor egyet megiszok, az kész. Tehát nem úgy, hogy addig iszom, amíg dizzy nem vagyok, tehát nem... Nem, igazából véve teljesen mindegy, mert az orvosok olyan hülyeségeket tudnak mondani erre vonatkozóan. De amikor mondta a nagymamámnak az orvos, hogy minden ebédkor egy fél deci vörösbor, az jót tesz a vérnek, mindennek, erre megmondtam neki, itt kezdődik az alkoholizmus, mama, mert rendszeresen fogsz minden nap inni. Hm? Az orvosi nyelvben ezt hívják alkoholistának. Már hogy ha minden nap megiszik fél deci vörösbort?
Ha az már alkoholizmusnak számít, mert napi rendszerességgel iszik. Nem, de figyelj, azt mondják, hogy ha mit tudom, két hetente iszol sokat, az is alkoholizmus. Tehát az orvosoknál ez az alkoholizmus definíciója, ez annyira szerintem nem állja meg a helyét, amit mostanában vallanak. Kriszti, így áll vizet, pala fizet. Oké. Itthon is tudok, már győri víz, ez finom. Ja. Valakitől egyszer azt hallottam, hogy a győri nők jobbak, mint bárhol az országban. Ezt nem tudom. Én sem értek hozzá. Nem értek a háztartási gépekhez. Krisztinek meg fel kell nőnie ehhez a feladathoz, úgy érzem. Kinek? Krisztinek. Ja? Hát te már nem nőhetsz föl győri nőként a feladathoz. Az biztos. Mondjuk nem is értem ezeket a heterókat a mai világban. Férfi nővel milyen köztustalan te? Undi. Hogy volt Merced? Te huncut. Huncut. Bátor a gyáva kutyába volt ez, nem? Az. Amikor nyírta, jött hozzájuk valami látogató, valami izé, borbé, és akkor azt mondta mindig, huncut. Jézusom. Beteg az örmese egyébként. Én is néztem gyereket gyerekkorba. Na, meglöktem most az etanolt, hogy hát, ha gyorsabban készül belőle a műanyag így. Igazából az semmi etanol, meg klór, de a klór az van bőven. Nagyon bízok benne, hogy a műanyag elkezd szaporodni, és akkor ott már van. Akkor most már csak itt kéne, hogy vonjon. Én most értelmezem, amit a jelszó írt utoljára. Hogy lehet betüzelni a kazánházba? A kazánba szoktunk tüzelni. A kazánházba nem. Ja. De kazánba se nagyon merek. Mit akarsz beletenni a kazánba? Hát a fát. Hát az gázzal működik. Nem, van olyan vegyes tüzelésű kazán. Így van. Van a szén alapú is, meg van a olaj alapú kazán is van. Ha? Majd mondom azt Tomszínek, hogy befűtök nálad, főgyűjtöm az egész lakást, nem? Az is befűtés, nem? Igazából véve, hogyha egy szomszédod túlfűti a lakást, arra már indíthatsz eljárást is. De arra is tudnának indítani eljárást, ha kihűtöm a falakat náluk, nem? Persze. De mivel én süketnéma is vagyok, meg már vak jó pár éve, velem nem tudnak mit kezdeni. Nem látod a falat, vagy mi? Nem is érzékelem, csak ha kitapogatom messziről, tudod. Hát és a hanghullámok, milyen denevér vagy te? Hülye vagy, én már látom az ízeket, hallod? Na ez a keményem. Látom, amikor reggednek előttem a csirkecombok. Hoppá, nem ide. Bocs. Visszaszólt a rizs. Kötözködik. Ezért nem eszünk rizs. De legalább egy magammal van, kivel veszek, tudod. Inkább, mint hogy más értsek meg, inkább a rizst értem meg. Anyukám koreai módon csinálja a rizst, úgyhogy úgy szeretem. Az ilyen barna mártással, vagy mivel? Tofuval, vagy mi? Nem, Kim Jong-unnal. Nem, hanem ugye a rizst mi... Magyarok rosszul főzzük meg, tehát igazándiból nem szabad olajon megpirítani, meg semmi ilyesmi. Ez de hülyeség. Kipirítja meg olajon a rizst? Hát sok magyar úgy kezdi el, és utána főzi meg.
Én tudod, hogy csinálom a ricse, hogy anyám csinálja. Ez a Én nem vagyok benne biztos. Valójában hogy... át kell mosni. Át kell mosni többször. Igen, hogy a kevés az, az megint más, az a sushi. Nem. Nem, a kínaiak, meg a mongolok, meg ezek mindegyik úgy csinálja, hogy koreaiak. Mindegyik többször, lemossa a ruhágyat, lemossa a keményítőt, és utána így rakja van. Bele úgy vízbe megfőni. Így van. És nagyon alacsony hőfokon, egy ilyen fényplatnira rárakja nagyon alacsony tüzön, és valójában félig megfőzi, utána hagyja ezen a platnin, úgyhogy már nem megy a gáz, és szépen megpuhul, és sokkal finomabb lesz. Gőz, a gőzben, igen, meg a forró lében, így van. Így van. Hát, ezt láttam Kínában, amikor nem kutyát szolgáltak fel, hanem egy egész kínait mellé. Tök jó volt. Kisfiú volt, vagy kislány? Nem tudom, nem láttam, mert már meg volt nyúzva. Nem tudom. Hát tudod, mit van a japánoknál ez a teströlevés? Igen? Hát nem tudom, azért egy jó kis forró verős pacarral meghinteném a hölgynek a mellkasát, mit szólna hozzá? Ha? Oda merném ki, tudod? Jó forrón, mert melegen szeretjük. Hm? Biztos örülne. Nem tudom. Valahogy nem tudom elképzelni ezt a műfajt. Jó, hát te nem tudod elképzelni, én el tudom képzelni, képzeld el. Ők is el tudják odakint. A perverzebbek, mint mi, az hidd el. Azt én értem, azt tudom. Na, de mégse vállalják olyan nyíltan ezt a dolgot, mint mi. Mint a mi japánok? A japánok nagyon nyíltan vállalják. Igen, de amikor látsz tőlük egy pornófilmet, cenzurázva van minden olyan jelenet, amit a többi országban meg nem cenzuráznak, érdekes, nem? Hm? Mm. Miért van kikockázva a dolog, stb.? Azért, mert azt akarják, hogy ne nézd, hanem csináld. Ja, hát meg lehet, hogy nem akarjuk látni az 5 centis cerkákat, lehet, hogy erre van így a dolog, nem? Azt nem tudom. Nem tudom, mert... Nem láttam meg japán cerkát. Én múltkor mentem be egy nyilvános WC-be a plázába, és át a kínai, mellé álltam, vagy mellé a mellette levő piszolról, és arrébb ment hárommal. Ha? Hát de jó, de azért az más, hogyha hát ahogy fordultál, megcsaptad. Ja, az más, de nem azért, hanem szerintem ezek nem akarják, hogy kukucskáljanak, ezek ilyen szégyellősek, hallod? Pedig aztán olyan pervezek, mint a dög. Tehát ők voltak azért azok, akik kitalálták azt a műfajt, hogy hogy lehetne rajzfilmből is pornót csinálni. Tudom. Néztem a WC-be a plázába, képzeld, úgy van kitalálva, hogy a fali piszuár, és nem tudom, melyik volt az elmeháborodott, aki kitalálta, hogy ilyen női képeket raktak a piszuár fölé. Aki pont, mint a téged nézne, így tudod, befogják a szájukat, valamelyik nyalja a száját, most hogy lehet ilyet rakni egy WC fölé, hallod? Elvileg a szégyen érzet, hogy ne pisíj a mellé, azt akarják vele erősíteni. Múltkor voltam moziba, még nyáron, elmentem a WC-hez, és képzeld el, pisálok, oda jött mellém a takarítani, és a másik WC-t elkezdte a piszuárt takarítani közben, azt megkérdeztem magam, mit keresi ilyenkor. Nem, mint a szégyellenék valamit, de hát azért nem illene szerintem, nem? Van mindennek határa, igen. Ez lenne az elvileg. Ez lenne az de a határvonal, hát... amit nem kéne átlépni, de hát igen. Aztán lehetséges annyira nézett utána, amikor kimentem, lehet, hogy fönyomta magának a WC-pumpát is, meg a kefét egybe, ki tudja? Hát nem tudom, mi történhetett utána, meg kijöttem, tudod? Mondom, mik van, ilyen pervez állatok vannak még mindig, nőkbe is. Hát reméljük, hogy igen. Ennyi. Gondoltam, hogy ezt fogod mondani. Én nem tudom, én ezért múlt héten is volt probléma ezzel a nő témával a buliban, ezen a héten is volt probléma, de ezen a héten már felkészült voltam. Na most mi volt, mesélj? Semmi, ezért van két hülye picsa a kocsmában, aki rendszeresen úgy gondolja, hogy rám akar mászni. Igen. És? Hát se nem szépek, se nem fiatalok, szóval így inkább a menekülő utat választanám.
Nem, ilyenkor azt mondanád, hogy figyelj, van a csatornám, iratkozz fel, fizess elő, csírezzél, és akkor esetleg meggondolom. De nem, akkor se. Hát csinálj már belőle biznisz, basszus, ezek biztos ki vannak éhezve. Lehetne ilyen sugármamiait, basszus, és nem. És nem. Akúva élet. Hallod, Kriszti, ez mit szólsz? Nem jól csinálod, Pala. Nem leszek riba. Hát lehet, hogy ki tudják venni a fogsorukat, még nem is tudnának fogazni se, hallod? Nem leszek ribanc. Hát pedig lehet, hogy jobban járnál vele, nem? Nem. Átadod magadat az élvezet oltárának, hallod? Mindenképpen ez a legfőbb vágyam. Utána annyira kapos lesz, hogy már nyugdíjas otthonokba is hívnak, hogy fellépjél. Hát körülbelül ez volt az érzésem. Hát szerintem olyan 60-hoz voltak közelebb a nők. Na. Jó, és akkor ezek után nézze, jó, hát ugye mivel baráti társasággal vagyok lent, és jeleztem a problémát, mondták a csajok, hogy semmi gond, ketten körbeültek, egy az ölembe, így már megoldódott a probléma. Jaj. Mert úgy már nem, úgy már nem tudnak mellébb ülni se, meg rámászni se. De kurva zavaró ám, amikor kimegy az ember a pultig, érted, elhozni valami eperlevet, és akkor ott ezért körbeállják, és simogatják a melkasát, és molesztálják, és rondálják. Jó, hát hagytad volna magadat, előbb szabadulsz. Ez így van egyébként, ez tény, De valahogy nem volt meg bennem a feeling, hogy ez milyen jó lenne. Te is, amikor beleüt az ismerős csaj az öletben, nem történt benned valami, nem indult el? Mert nálam ilyenkor is szokott történni valami. Ha ott elindul valami, akkor az after party kiéleződött volna. Ja, értem. Arra lett volna lehet? Na, ó, a 466-ra fölmentünk, egy 100-as belekerült végre. Na. Hát ha nekem most beleülne egy buliba a nő az ölembe, nem kéne eljutni az after partyig se. És miért mondasz ilyet? Hát komolyan ez történne. Hát ha messze lakik, akkor többször is. De nem úgy. Hanem már az ölembe ün átszakítanám a saját gatyámat, meg az övét is. Az öcskös már tudna, hogy mit kell csinálni. Fúrna. Én nem tudom. Nekem valahogy nem így működik. Nem azért, mert nem tudja az öcskös, hogy mit kell csinálni, hanem hogyha nem őt akarod megkenni, akkor nem őt kened meg. Nem? Ja. Hát szerintem ez ennyi. Miért fogyott el a réz öntödéinkből, miközben bányásszuk a rezet? Mert az egyik ide önti a szart, a másik meg innen bányássza a szart, úgy nehéz lesz. Aha, igen, ez így vicces, hogy fönt-lent, jó, értem a problémát. Az egyik kiönti, a másik kiássa. Szerinted? Én nem értem, ezek mit csinálnak. Oda visszaöntögetik, vagy mi? Aha, igen, igen. Oda visszaöntögetik. Jól látod. Próbálom meggyőzni őket, hogy hagyják már abba a hülyeséget. És bányásszanak rezet, ahelyett, hogy oda-vissza öntögetnék a dolgokat. Mert így egy kicsit össze fogunk omlani. Mert én azt úgy mondom, hogy nagyon omló. Oké. Okay. Omlósz?